A marosvásárhelyi felnőtt férfi vízilabda újjáélesztését a Víkend telepi úszodasátor működése mellett a Városi Sportklub megalakulása tette lehetővé. A csapat egyelőre elsősorban a helyi ifjúságiakra alapoz, a kispadra azonban a sokszoros román bajnok és válogatott Eduard André ülhet le. Utóbbi elmondta, az elején látványos eredményekre nem lehet számítani. Elsősorban azt szeretnék, hogy a marosvásárhelyi sportszerető közönség ismét felfedezze a sportágat, amely annyi év után gyakorlatilag feledésbe merült a városban. Pedig egy nagyon szép sportágról van szó, nem véletlenül vízilabdáztam én is 31 néhány éven keresztül. A célkitűzésünk nekem személyesen és a teljes vízilabda szakosztálynak, hogy minél jobb helyezést érjünk el, ne legyünk éppen utolsók, és szerintem ez teljesíthető. Azt azonban hozzátette, hosszú távra tervez, és nem látja akadályát, hogy 2-3 éven belül a marosvásárhelyi csapat a dobogós helyekért szálljon versenybe. A férfi vízilabda bajnokságban 9 csapat indul. Az első kettős fordulót október 13-14-én rendezik, amelynek keretében a VSK az aradi Amefa otthonában játszik 2 találkozót.